Éppen a homlokzat szigetelést ragasztják erre a régi tésztagyári épületre, amelyben a nyilazerókat már kicserélték hűszigetelt műanyagra. A város gazdasági növekedésével együtt folyamatosan nőtt a településen dolgozók száma, ezzel együtt a lakhatási, illetve a szállás lehetőségek igénye is megnőtt. Máté Antal Nyírbátor polgármester televíziónknak elmondta, fontos volt, hogy a messzebbről érkezők, a régóta dolgozók, vagy a helyben letelepedni vágyók számára lakhatási lehetőséget tudjanak biztosítani. Ez két programot jelent ma, ami folyamatban van. Az egyik évelején indult egy munkásszállás kialakítása, ez kormányzati támogatásból működik. Az első ütem, ami már most folyamatban van, nagyjából 120 embernek ad majd szállás lehetőséget, és most a második ütem jóváhagyását várjuk a kormányzattól. A város határában pedig már földmérők dolgoznak. Ezen a ledózerolt színes karókkal megjelölt, egyelőre még tart területen alakítják ki az új városrészt, amely szintén a lakosság helyben tartását szolgálja majd. Első ütemben az önkormányzat részben hitelből, részben saját forrásból 71 bérlakást épít. Erre a támogatási szerződést, vagy a vállalkozási szerződést a kivitelezővel már ráírtuk, és ez el is indul júliusban ez a program. Jövő nyárára épülnek meg ezek a bérlakások. De itt ez egy sokkal komplexebb program, mert nem csak bérlakásokat fogunk itt építeni, hanem a befektető vállalta, hogy itt értékesítésre is épít társasházi lakásokat, sorházakat, önálló kertes ingatlanokat. Nyilván szeretnénk kihasználni a kormány által elindított ö, ö, támogatási rendszert, a lakásvásárláshoz, lakásépítéshez nyújtott támogatásokat, és ebben bízva azt látjuk, hogy lesz valódi kereslet mind a Nyírbátorban élő fiatalok részéről, mind azoknak a fiataloknak a részéről, akik nem Nyírbátorban laknak, de itt dolgoznak és szeretnének ide költözni. A városi önkormányzat tervei között szerepel a munkásszállások további bővítése is, melyet 80%-os kormányzati forrásból valósíthatnak majd meg.